A két éve berobbant koronavírus járvány adott újabb lökést az online kereskedelem fellendülésének. Egyre több dolgot rendelünk az interneten, ami egyúttal azt is jelenti, hogy az adatainkat is mind több helyen kell megadnunk. Nem véletlen, hogy jó ideje emelkedik a világháló megvalósuló adatlopások száma, amelyek az átlagembereket érintik a leginkább. Az elkövetők végső célja nem az adatok megszerzése, hanem azok felhasználása különféle bűncselekményekhez. A megyei rendőrség bűnmegelőzési szakembere a 35 percben arról beszélt, sokan nincsenek azzal tisztában, milyen adatvédelmi jogaik vannak, kihez fordulhatnak és mit tehetnek, ha áldozattá váltak. Vannak azonban jelek, amelyekre felfigyelhetünk főleg a külföldről érkező megkeresések jönnek, e-mailek, tölt magyarsággal, olyan feladótól, akit tényleg fogalmunk nincs, egy kicsoda, akkor gondolkodjuk el azon, hogy most miért pont engem keres meg ezzel. Reálisan mérjük fel azt, hogy van-e ennek alapja bármilyen módon. A másik pedig az, ami nagyon fontos, hogy akár a banki vagy más pénzügyi szolgáltatók banki adatokat e-mailben sosem kérnek, sem telefonon. A személyesen szokták megkeresni, vagy személyesen kell egy bankfiókba. Tehát megvannak a formái. Én azt mondom, hogy nem is egész és hanem inkább kifejezetten egy, egy nagyon komoly fenntartásokkal kezeljük az ilyen megkereséseket, és, és két lábbal álljunk a Földön. Még akkor is a szükségünk van arra, arra a nagyobb befektetésre, amit most szertehetünk rá, de gondolkodjunk el azon, hogy van-e tényleg mögöttes tartalom. Már több ország rendőrsége dolgozik egy-egy ilyen eset vagy bűncselekmény sorozat felgöngyölítésén, az ellopott pénzek általában nem kerülnek elő. A bűnmegelőzési osztályvezető szerint egy kis odafigyeléssel Sokat tehetünk adataink védelme érdekében, minden okos eszközünk legyen például védelemmel ellátva nagyon fontos, hogy a saját fiókjainkat olyan védelemmel lássuk el, olyan jelszavunk legyen, olyan azonosító, ami nem egy megszokott mindenki által ismert, hanem tényleg egyedi és védett. Nagyon fontos, hogy például a nyomkövető alkalmazást, hogyha nem olyan, nem, nem, nem utazunk, hogy nem olyan helyre megyünk, ahol szükséges a, a, navigációs rendszer, akkor kapcsoljuk ki, ne tudják, hogy hol vagyunk. A különböző sütiknek nevezeket dolgokat töröljük ki amire nincs szükség egyébként, akár a telefon, vagy akár a laptopon nem használunk alkalmazást, akkor ezt ne használjuk, kapcsoljuk ki, vagy töröljük el, töröljük ki. Nagyon, ezek nagyon fontos dolgok, még így is történhet probléma, de ha ezeket megteszi mindenki saját maga érdekében, akkor már közelebb van ahhoz az ideális állapothoz, amiben kéne egyébként élnünk. Elsősorban a fiatalok és az idősek közül kerülnek ki az adatlopások áldozatai, de nem és kortól függetlenül mindenkit veszélyeztetnek ezek a bűncselekmények. A rendőrség fontos feladatának érzi az átlagemberek emberek megszólítását, ami bár komoly feladat, na az emberek egyre befogadóbbak ezekre az információkra. Ez szolgálja a biztonságos internet napja is, melynek célja, hogy minden év február elején a gyerekek és fiatalok körében népszerűsítse a digitális eszközök tudatos használatát.